Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Biztonság kedvéért című bűnmegelőzési műsorunkat látják itt a hatos csatornán. A mai műsorban vendégem Varga Balázs rendőr alezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát a mai műsorban általánosságban is beszélünk a bűnmegelőzésről, próbáljuk majd számba venni a veszélyeztetettebb korcsoportokat, illetve akik veszélyeztetettebbek lehetnek bűnmegelőzés szempontjából, bűnelkövetés szempontjából. Én azt kérem, hogy először általánosságban vázoljuk fel, hogy a rendőrségen belül, ugye mi állampolgárok sokféleképpen találkozhatunk rendőrrel, lehet, hogy egy gyalogos rendőrrel, autópályarendőr, nyomozó, lehet, hogy civilben, de az, hogy a bűnmegelőzés, ugye tudja azt mindenki, hogy a bűnmegelőzés is egy fontos szelete a rendőri munkának, ez hogyan tagozódik be, hol található ez a rendőri munkában? A bűnmegelőzés valójában a bűnügyi szolgálati ágnak az egyik szervezeti eleme. Alapvetően ez a szervezeti elem, illetve tagozottság, tagozódás, ez az egész országos rendszeren keresztül látszik. Tehát a megyei főkapitányságoknak is van ugye bűnügyi szolgálati ága, igazgatóságai, ahol a bűnmegelőzés mint osztály vagy alosztály van jelen. Ugyanez ugye megtalálható az ORFK-n is, az ORFK a szakirányító szerve egyébként a megyei, illetve a budapesti rendőrfőkapitányságnak. Itt is a bűnügyi szolgálaton keresztül dolgozunk, tehát ennek a rendszerében vagyunk jelen. Az ORFK a bűnügyi főosztályhoz tartozunk, mint osztály, mondom, a megyei főkapitányságokon pedig az igazgatóságokhoz. Jellemzően a bűnmegelőzés egy bűnügyi munkát támogató tevékenység, ami nagyon sokrétű. Egyrészt figyelembe veszük a korcsoportokat, azt, hogy milyen korosztályoknak próbálunk valamilyen prevenciós tanácsot adni. Nagyon fontos azt látni, hogy a bűnmegelőzés során ismerni kell azokat a jelenségeket, amelyeket megpróbálunk megelőzni. Tehát igazából a bűncselekményi formákat, azokat az életkörülményeket kell megismerni, fölvázolni, feltérképezni, elemezni, amire majd valamilyen adekvát választ szeretnénk adni. És természetesen azokat a feladatokat próbáljuk előtérbe helyezni, amelyek a lakosságot leginkább irritálja. Tehát generálisan is bűnmegelőzünk, úgymond, de mindig arra fókuszálunk, ami a legnagyobb érdeklődése teszel. Úgy gondolom, hogy hogyha a bűnmegelőzésről beszélünk, akkor nagyon fontos azt látni, hogy mi mentén és kiket érint ez. Ugye itt a fiatalságot érinti, az ifjúságot, érinti általában az embereket, ez egy generális prevenció, illetve ezen belül még a korosztályokat tekintve az idős korosztály az, akik kiemelten kezelendő. Ezen túl természetesen vannak olyan bűncselekmények is, amiket külön egyéb kategóriában kezelünk, ilyen például a vagyon elleni bűncselekmények, vagy az interneten elkövetett bűncselekmények. A lakosságot ugye irritálja, említette, hogy leginkább az fel, ez hogyan működik, hogy mondjuk figyelik az elkövetéseket, nyilvánvalóan figyelik, tehát erős statisztika is a rendőrségen is, ami mondjuk, nyilván vannak olyan bűnesetek, amik általában a lakosságról egy nagyobb felhördülést, ha fogalmazhatok így, és akkor, vagy főleg ugye említette a fiatalokat, meg az idősek, talán őket nevezhetjük így, mint sérülékenyebb, vagy leginkább kitett célcsoportnak? Abszolút. Az idősek és a fiatalok azok, akiket a leginkább kell védenünk. Egyrészt ugye a szociális státuszok miatt, illetve egészségügyi állapotok miatt az idősek vonatkozásában. Ők már máshogyan tudnak védekezni, a gyermekek meg még erre nem képesek. Tehát a felnőtt korosztálynak kell megteremtenünk ugye nekünk, akik aktívak azt, hogy mind a két korosztályt védelembe részesítsük, és a rendőrség ezt figyelembe veszi. Nagyon-nagyon nagy erőket fordítunk például arra, hogy a fiatalok alapvetően a prevenciós tevékenységünk során a fiatalokat az iskolában már megpróbáljuk olyan oktatási programokkal a prevenció lehetőségeire, arra, hogy hogyan lehet elkerülni a bűncselekményeket, az, hogy ők miként legyenek sértettek, illetve ne is legyenek elkövetők. Ezekre fel tudjuk hívni a figyelmüket tematizált programjainkkal. Az idősek vonatkozásában más a helyzet, őket jellemzően sokkal nagyobb mértékben érintheti egyes bűncselekménytípus. Jellemzően a vagyon elleni bűncselekményeknek a sértettjeivé válnak ők. A rendőrség erre évek óta kiemelt figyelmet fordít, és azt látjuk, hogy ez a prevenciós munka, ez a nagyon erős propaganda munka, ez valahol meghozta az eredményét. Ami látható az az, hogy az idős emberek már nem igen szégyellik, hogyha elkövetnek a sérelmükre valamit. Volt egy időszak, amikor úgy szégyelték elmondani, hogy ellopták, vagy bejöttek a lakásomba, és elvitték a pénztárcámat, elvitték az értékeit, mert úgy gondolták, hogy ő volt a hibás, hogy miért engedte be, egy kicsit szégyelték magukat. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben ilyen történik velük, igenis be kell jelenteni, mert más embert is megkárosíthatnak ezek az elkövetők, és azt látjuk, hogy nőtt a feljelentési hajlandóság.
Tehát az a hatás, amikor kiváltotta az eredményét, tehát az emberek próbálnak az önmaguk védelmére is, hogy másokat ugye ne érjen jellegű cselekmény vagy jogsértés, feljelentést tesznek, segítik a hatóságokat. Ezt többször ebben a műsorban is elmondtuk már a kedves nézőknek is, hogy ha bármilyen bűncselekmény áldozatai lesznek, akkor azt is megbeszéltük már sokszor, mert ugye benne van egy kicsit talán még a köztudatban, ugye, hogy hú, most valami történt, akkor el kell mennem a rendőrségre, akkor szabadságot kell kivenni, akkor megint több napig mondjuk ott kell lennem, de megbeszéltük már itt a kollégáival, és talán ön is megerősítheti, hogy akár már e-mailben is lehet mondjuk bejelentést tenni. Igen, a bejelentés az csak egy momentuma az eljárásoknak, tehát hogyha itt a bűncselekmény történik, és ezt mondjuk bejelentjük akármilyen formában, egy e-mailben, személyesen, levélben, telefonon keresztül, azért azt tudni kell, hogy mindenképpen a rendőrség megfogja, illetve ki fogja hallgatni a sértet. Persze, hát annyira nyilván be kell mondjuk menni, tehát annyit mindenképp rá kell szánni, bármikor is van. Tájékozódni fog a rendőrség, igen, és csak úgy tudja megtenni, hogy ki van hallgatva az illető. Azt tudni kell azért, hogy a rendőrség azért érzékeny arra, hogyha valaki például mozgásában korlátozott, vagy a lakóhelyéhez erősen van kötve, hogy természetesen ki tudunk menni a helyszínre is meghallgatni, például egy idős embert. Egyébként a büntető eljárásjog, ami a lehetővé teszi a rendőreink számára azt, hogy az ilyen jellegű korcsoportot sokkal érzékenyebben, finomabban közelítsünk meg, és ne terheljük az eljárási cselekményeket, az eljárás egyéb kőbevésett dolgaival oly módon, hogy az neki teher legyen. Tehát vannak olyan szabályok, amelyek ezt egy enyhítést adnak, például az, hogy nem kell, vagy nem szükséges nagyon sokszor kihallgatni például egy sértettet, hanem egyszer is egy alapvetően jó kihallgatással már végig tudjuk ezt az eljárás során vinni az ő egy tanúkihallgatási jegyzőkönyvét. Na most én úgy gondolom, hogy az idős emberek ezt érzékelték az elmúlt években, és ebből is adódhat az, hogy sokkal nagyobb intenzitással tettek bejelentéseket. Ha már így említette mondjuk, bár nem mondta ki ezt a szót, de talán a bizalom mondjuk így a rendőrség iránt, akkor ez hogyan alakult? Hát most említette, hogy azért egyre inkább, mondjuk a rendőrség is, ha valaki figyeli azért, tehát változik folyamatosan, tehát hogy akár az emberek is, ugye régen még nem is azt mondom, ciki volt, ha mondhatom így, mert nyilván adott esetben lehet, hogy valaki a saját butasága miatt, ha mondhatom ilyet, mert ugye tudjuk azt, nagyon sok helyen fölhívják a figyelmet, hogy éppen mit, hogyan cselekedjünk, ha ez történik, az történik, becsöngetnek, beengedjünk, ne engedjünk a lakásba vagy az ingatlanunkba valakit, és hát hogyha valaki mégis ismerte azt a mondjuk szabályt, amit mondjuk be kellett volna tartani, és ennek ellenére úgy cselekedett, akkor esetleg szégyelheti magát. Ezzel együtt azért komoly pszichikai nyomás is van adott esetben, és valószínű a bűnelkövetők ezzel tisztában vannak, hogy egy olyan szituációt teremtenek, amiben az ember már nem higgadtan gondolkozik, akit mondjuk kiszúrtak maguknak. Ez teljesen egyértelmű, és úgy gondolom, hogy ez egy pszichológia. Magunk is, hogyha belekeveredünk egy olyan dologba, amire nem számítottunk, még akkor is, hogyha pontosan tudjuk azt, hogy mit kellene lépni, hogyha nem történik ilyen velünk, de le tudnánk írni egy papírra, hogy mit kellene lépni abban az esetben, hogy ilyen történik velünk. Amikor benne vagyunk egy ilyen szituációban, az is elképzelhető, hogy leblokkolunk, és igazából nem fogjuk tudni azt, hogy mit is tanultam meg. Na most, ahogy említettem az előbb, ez a igen kemény propaganda munkánk, amit a megelőzés itt nagyon hosszú ideje óta, több évtizede hajt végre, az ez egy súlykoló dolog. Tehát minél többször mondjuk el, és nem csak az időseknek, tehát generálisan a prevencióra kivetítve ez, minél többször mondunk el valamilyen magatartási tanácsot, hogy hogyan kell, mit kell tanúsítani, vagy az, hogy mit kerüljenek el, vagy hogyan védjék az ingatlanukat, vagy hogyan viselkedjenek az utcán, vagy például ne legyen kint a nyaklánc a villamoson, mert nem tudják megvédeni, hogyha kitépik a nyakukba, tehát ne legyenek látható helyen. Ezek egy kis pici kis apró kis magatartási szabályok. Ezek, hogyha súlykolva vannak, és nagyon sokszor elmondják az embereknek, és ugye a rendőrfőkapitányságaink, bűnözési szolgálati ágai, ugye ezt a tevékenységet végzik az időseknek, a felnőtt korosztálynak, a gyerekeknek, ezeket a magatartási szabályokat mondják el százszor, ezerszer, hogy rögzüljön az, hogyha ilyen eset történik, bár leblokkolhatunk, de azért mégiscsak egy kicsit ösztönösebb legyen ez az önvédelmi reflex, ami ilyenkor adódik. Én úgy gondolom, vannak azért szituációk, például az, hogyha mondjuk éjszaka kellős közepén valaki áll az ágyam mellett, és nem a lakásba, illetve a családhoz tartozik, igencsak meglepődünk, és én azt gondolom, hogy akár egy küzdősportokban edzett és felkészült ember is meglepődik, amikor az ágya mellett valaki áll. Tehát ez nem függ attól természetesen, de próbálunk olyan magatartási szabályokat. Mondom, például erre az esetre azt szoktuk mondani, hogy amikor ilyen történik, hogy azért próbáljunk lehetőséget biztosítani arra, hogy ne legyen konfliktus helyzet. Tehát az, hogy mozduljunk el a könnyebb ellenállás irányába, és inkább hagyjuk az elkövetőt, akkor
valószínűleg nem fogja megtámadni az otthon tartózkodósért. Tehát ezek pici kis apró dolgok, kis pici apró szabályok, de hogyha ezeket betartjuk, akkor a testi épségünk, az életünk, illetve a vagyontárgyaink is nagyobb biztonságban vannak. Biztos nem könnyű egy ilyen, mert ugye különbözőek vagyunk emberek. Tehát, hogy van, aki hallunk, azért olvasunk különböző híreket, és nyilván a rendőrség nem is biztathat senkit, és nem is biztat senkit arra, hogy most mondok egy példát, amikor mit tudom én, egy dohányboltban van itt is a hírek között egy olyan, hogy a dohányboltban valaki bemegy, és akkor megpróbálja elvenni, de sok ilyen híreket is olvasunk, hogy éppenséggel ellenállt adott esetben az eladó nő, ellenállt a rablónak, és akkor mit tudom én, lehet, hogy valamit el tudott vinni, de egyébként megfutamodott. De nyilván, tehát itt azért általánosságban nyilván azt tanácsolhatjuk, hogy lehetőleg senki ne álljon ellen, főleg, hogyha fegyveres támadásról van szó, de mégis, ha valaki úgy érzi, vagy hát ez saját maga abban a pillanatban dönti el, mert hát vannak előre szituációk, gondolom a rendőrség is nyilván a különböző megtörtént esetekből felállítja ezeket a szituációkat, de igazából ugye mindegyik különbözik. Mindegyik különböző, de alapvetően mindig arra hívjuk a figyelmet, hogy nem lehet tudni előre, hogy milyen szituációban vagyunk benne. Azt sem tudjuk, hogy hány elkövetővel állunk szemben. Például egy ilyen dohányboltban azt nem szoktuk ajánlani senkinek, hogy harcra keljen az elkövetővel, mert nem lehet tudni, nem tudjuk, hogy mit vált ki belőle. Például, hogy egy fegyvernek látszó tárgyal próbálja megfenyegetni az eladót, nem lehet fölmérni, hogy az valóban egy fegyver, vagy csak egy annak látszó tárgy. Tehát igazából azt gondolom, hogy arra kell ügyelnünk, hogy a saját életünk védelme legyen a legfontosabb, a vagyontárgyak természetesen ezt követően következnek, de erre fölhívjuk a figyelmet, hogy az ilyen esetekben mit tegyenek. Mi azt mondjuk mindig, hogy nem szabad élni azzal a jogunkkal, hogy igenis vissza lehet tartani. Természetesen vannak azok az erőviszonyok, amikor azt gondoljuk és látjuk, és teljesen egyértelmű, hogy igenis vissza lehet tartani az elkövetőt, mert olyan erőfölényben vagyok, vagy tényleg nincsen elkövető társa, vagy olyan környezetben van, ahol egyértelműen vissza tudom tartani, tehát le tudom fogni a rendőrség megérkezéséig. De ezt nem lehet egyértelműsíteni minden egyes esetre, illetve az sem természetesen, hogy az ellenkezője van, tehát hogy el kell engedni mindenkit. Tehát én azt gondolom, hogy föl kell mérni az erőviszonyokat, sajnos azt nem tudja a sértett fölmérni, hogy hányan vannak az elkövetők. Tehát egy lakásban például, amikor találkozik az ágyánál valakivel, nem tudja, hogy van-e még valaki kint. Ebben az esetben nem szabad harcba kelni, vagy harcra szállni vele. Itt egy picit talán a jogszabályalkotók is, ha jól tudom, utóbbi időben valamiféle, hát nem is azt mondom, hogy könnyítés, de hogy ugye éjszaka megtámadják az embert, vagy éppen az otthonában, akkor már nem annyira egyértelmű, én most nem tudom a pontos idézetet, de hogy a megtámadó viseli úgymond a felelősséget. Tehát egy picit talán felhasználó barátabb, ha mondhatom így, tehát hogy az állampolgárnak, hogyha mégis olyan, hogy meg tudja védeni magát adott esetben. Mert ez egy olyan szituáció, bocsánat, és pontosan amit mond, hogy felébredek, és ott áll valaki az ágyamnál, ami azért remélhetőleg nem minden nap, meg nagyon ritkán történik meg, és ezután még inkább, de mégse ugyanaz, már elnézés, mint hogyha a 4-es, 6-os villamoson most kizsebelnek valakit. Pontosan erről van szó, tehát igazából a jogszabály engedi azt, hogy megvédjem magam és az ingóságomat, vagyontárgyam, stb., de mi azt mondjuk, hogy nem tudjuk felmérni az erőviszonyokat. Tehát teljesen felesleges a jogszabályba kapaszkodni, és közben olyan sérülést szenvedek, vagy olyan problémám lesz ebből, ami mondjuk maradandó, vagy komoly. Tehát én azt gondolom, hogy a rendőrségnek nem felelősen kell prevenciós tanácsokat adni, és a felelős prevenciós tanács az, hogy az ilyen esetekben igenis el kell mozdulni ebből az ellenállásból, és engedékenyé kell tenni önmagunkat, és engedni, amit az elkövető akkor kér, akkor azt lehetővé kell neki tenni, de csak azért, hogy az életünk és a testépségünk az megmaradjon és ne sérüljön. Én csak halkan kérdezem, te nem bátorítjuk ezzel az elkövetőket? Én tudom, hogy nyilván ez a megfelelő, tehát hogy nem lehet más tanácsolni. De. Én úgy gondolom, hogy nem bátorítjuk az elkövetőket, tehát hogyha ők azt hallják, hogy bemetünk bárhova, és ott nem fognak velünk harcba kelni, tehát én azt gondolom, hogy nem ez az egyetlen egy olyan lehetőség van, amikor őket esetleg be lehet azonosítani majd későbbiekben, hogy most harcolt vele a sértett, vagy nem harcolt vele, tehát a rendőrségnek ezer olyan eljárási lehetősége van, amivel a későbbiekben be tudják azonosítani. Tehát az, hogy ő elmegy adott esetben egy ilyen lakásba éjszaka, vagy egy trafikba, és ott fegyvert fog, vagy fegyvernek látszik, vagy bármilyen tárgyat a sértetre vagy az eladóra, ezzel nem bátorítunk senkit, hogyha elmondjuk azt, hogy a sértetti oldalról mit kell tenni. Az, hogy ő oda megy, annak megvannak a felelősségvonásnak a kérdései, és én azt hiszem, hogy az elkövetők természetesen ezt fölmérik. Tehát ő nem azzal fog bemenni, hogy nyugodtan harcolhatok, mindenki hagyja majd magát, azért ott vannak más eljárási lehetőség, amivel ő be lesz azonosítva, és amikor be lesz azonosítva, az ilyen dolgokért, ilyen jogsértésekért igen komoly büntetéseket lehet kapni, amit a bíróság ugye szab. Említette azt, hogy térjünk ki lehetőleg a könnyebb
tehát hogy lehetőleg ugye engedjük adott esetben a bűnelkövetőt, viszont azt is elmondhatjuk talán tapasztalatokból, hogy a bűnelkövetők is mindig a könnyebb ellenállás felé mennek. Gondolok itt arra, ha valahova két ingatlanban az egyikben van kutya, a másikban nincs, akkor valószínűleg azt fogja választani, ahol mondjuk nincs kutya. Tehát ilyen szempontból ez megint a bűnmegelőzésben segíthet, hogy ismerjük azt, hogy ebben tud-e segíteni a rendőrség, hogy most nyilván nem konkrét eseteket, de hogy mondjuk mi jellemző arra, mondjuk aki lakásbetöréseket hajtanak végre, melyik, milyen jellegű ingatlanokat szemelnek ki, hogyan lehet védekezni ezzel? Abszolút így van. Az előbb a magatartási szabályokról beszéltünk, ott a sértetteknek tanácsol a rendőrség, igen, hogy hogyan viselkedjenek adott esetben. Természetesen ezek a tanácsok, ezek arra a magatartási szabályra vonatkoznak, amit utcán, akár például lakásban, de az, hogy az ingatlant, illetve a vagyontárgyainkat hogyan védjük, az egy másik prevenciós lehetőség a rendőrségnek, illetve a bűnmegelőzésnek, és mi ezt elég is tárjuk az embereknek. Elmondjuk azt, hogy hogyan védjék a járműveket, hogyan védjék például a biciklit, az autót, illetve azt is, hogy az otthonainkat. Azt, hogy a kertes házat miként kell védeni, vagy a társasházi lakást. Természetesen így van. Tehát amikor azt mondjuk, hogy bármilyen védelmi eszköz is több a nullánál, akkor már arra gondolunk, hogy az elkövető, ahogy mondta is, hogy amiről beszéltünk, és a könnyebb ellenállás irányába indul el, tehát egy olyan ingatlan fog megkeresni, vagy föltalálni, ahol nem lát védelmi eszközöket. Tehát mindig azt mondjuk, hogy és egyébként meg a védelmi eszközök egymást erősítik. Tehát ha fölrakunk egy lakatot, akkor nyugodtan tehetünk egy másfajta zárat is, vagy egy védőfóliát az ablakra, vagy egyéb riasztót. Ezek mind egymást erősítik. Az elkövető minél erősebb védelmi eszközöket lát, annál inkább azt gondolja, hogy ez nem lesz neki megfelelő, mert nagyon hosszú idő ahhoz, hogy bejusson, és egyébként meg a felderítését sokkal jobban lehetővé teszi a bizonyos védelmi eszközöknek, például beszorulhat a lakásba, vagy olyan védelmi eszközök körébe tartozó dolgok is lehetnek bent, amire nem számít. Na most én úgy gondolom, hogy a megelőző vagyonvédelem például pont erre teszi a hangsúlyt, hogy miként tudjuk az ingóságainkat, vagyontárgyainkat megvédeni. Itt is teszünk különbséget a fiatalok korcsoportját tekintve, illetőleg általában tehát mindenkit generális prevenciót nézve, illetőleg az időseket tekintve. Mindenkinek megvan a specialitása, tehát a fiataloknál általában az, hogy milyen híradástechnikai eszközök vannak nála, például a telefon, vagy hogyan hordja, ha van ékszere, vagy milyen ruházata van, és azt hogyan viseli, vagy mennyire kezeli lazán. Például a táskáját hogyan viselje a villamoson, a tömegközlekedési eszközökön, vagy bárhol. Az idősek esetében is hasonló egyébként a helyzet, tehát azt is megvizsgáljuk, hogy például az utcán tömegközlekedési eszközökön miként tegye azt, és a generális prevenció körébe tartozóan az ingatlanvédelem. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon széles spektrumon működünk, és nagyon sok olyan lehetőséget biztosítunk, amiből, hogyha csak egy pici kis szegmenst is elsajátítanak, már sokkal-sokkal magasabb védelmi szinten vannak. Ugye említettük, úgy kezdtük a beszélgetést, hogy a rendőrségnek a bűnmegelőzési feladat rendszerét vagy a felépítését néztük, és hát ugye akkor van az országos ugye a rendőrfőkapitányság, vannak a megyei rendőrkapitányságok, és akkor mondjuk azon belül vannak a városokban is, ha jól tudom. Tehát meddig megy le ez a úgymond a bűnmegelőzési szakemberek vagy a rendőrségen belül, milyen szintig, tehát hol találkozhatnak? Az országos szakirányító szerv ugye az ORFK-nak a rendszerében található, és minden egyes megyei főkapitányságon, tehát a budapesti rendőrfőkapitányságon is van egy osztály, ahol bűnös előadók tevékenykednek, és a kapitányságokon is vannak bűnmegelőzési előadók. Több, kevesebb, tehát igazából az a lényeg, hogy mindenhol megtalálhatók. Ez azért nagyon fontos, mert amikor az ilyen-olyan sajtóorgánumok megjelentetik azt, hogy a bűnmegelőzés is így vagy olyan dolgot tesz, akkor az emberek a legkisebb rendőrségi egységhez fordulva is már találnak olyan kollégát, aki a bűnmegelőzésben jártas. Tehát a kapitányságokra befáradva is már van olyan, aki tud abban segíteni, hogy mit lehet tenni bizonyos szituációban. Természetesen minél komolyabb egy dolog, annál magasabb szintre is el lehet jutni a prevenciós szakemberek tekintetében. Ja, említette, hogy ugye minden helyszínen, minden helyen azért nagyjából valószínűleg önállóan szervezik, de hát biztos, hogy van valamiféle, központilag is vannak valamiféle irányelvek, vagy mindig vannak visszatérő dolgok, mint ahogy akár a közlekedésben is, hogy időnként vannak ellenőrzések. Tehát itt is gondolom időnként, mert mindig kerülnek bizonyos korba, akár fiatalok, akár idősek, tehát ugye ezeket ismételgetik el. Tehát van egyfajta ilyen rendszeresség is ebben az egészben? Abszolút van rendszeresség. A bűnmegelőzési tevékenységet is normatív szabályozók uralják. Tehát igazából megvan határozva, hogy mit kell tenni, mik azok a gerincek, vagy mi az a gerinc, ami mentén kell dolgozni, és az is megvan, hogy egyes feladattípusokat hogyan kell végrehajtani. Tehát igazából ez egy olyan munka, ami meghatározza azt, hogy mit kell csinálni, és azt hogyan tegye. A megyei főkapitányságoknak
tulajdonképpen ezt kell végrehajtani, de oly módon szabad kezük van a feladatok végrehajtásában, hogy a megyére vonatkozóan, tehát az illetékési területükön elkövetett jogsértéseket, hogy ők vizsgálják, tehát más és más minden megye, ott ők speciálisan saját maguknak is alakíthatnak ki feladatokat. Tehát ha mondjuk azt nézzük, hogy a vagyonvédelem területén mi azt meghatározzuk, hogy milyen egyenlegű feladatokat kell végrehajtani, azt, hogy ők hogyan hajtják végre, azt minden megye saját magának ugye kialakítja, egy a legfontosabb, hogy a cél érdekében meg kell tenni valamilyen feladatrendszer, és el kell érni valamilyen eredményt. Ezeket természetesen meg vannak határozva, itt jönnek az ellenőrzések. Ekkor kell azt ugye az én munkatársaimnak megnézni a szakirányítás vonatkozásában, hogy ezek az eredmények, ezek hogyan alakultak a bizonyos időszakban. Nagyon fontos azt is látni, hogy a bűnmegelőzés nem egy statikus dolog, tehát folyamatosan változnak a jogsértések. Azt látjuk, hogy most hála az Istennek egy csökkenő tendenciát mutat a bűncselekmények száma, ami úgy gondolom, hogy összrendőrségi dolog, tehát mindenkinek benne van ebben a munkája, és azt gondolom, hogy mind a rendészeti szolgálatok, mind a bűnügyi szolgálatok, azon belül a bűnmegelőzés is igen sokat letett azért, hogy ez így alakuljon, és amikor arról beszéltünk, hogy az elkövetők nem fognak-e fölbuzdulni azon, hogy esetleg mondjuk támadhatnak egy sértetre, mert ugye azon nem fog verekedni vele, és nem fog hazbaszállni. Én úgy gondolom, hogy ettől eltekintve is az ilyen sztereotípiákat is félre tudjuk tenni, mert látjuk azt, hogy az elkövetők sem indultak el bűnözni, sokkal kevesebb ez a szám. Én azt gondolom, hogy ebben egyébként a prevenciónak is nagy hatása van. Amikor például arról beszélünk, és csak egy példa, hogy mire gondolok, amikor például arról beszélünk, hogy sok a kerékpárlopás, és a rendőrség ad egy lehetőséget az emberek kezébe, például az, hogy a kerékpárokat hogyan jelöljük meg, hogy legyen egy ilyen kerékpárjelölő rendszer, akkor elterjed az elkövetők körében is, hogy nem biztos, hogy érdemes ellopni ezt a biciklit, mert jelölve van. És mi van, hogyha engem megfog egy rendőr és megnéz, és akkor hoppá, itt van, hogy ez egy jelölt bicikli, és nem az enyém, mert abból egyértelműen kiderül. Én úgy gondolom, hogy ezek a prevenciós lehetőségek biztosítanak egy olyan számadatot is, tehát negatív számadatot, hogy kevesebb lesz a bűncselekmény. Mert az elkövető nem mer belevágni, mert azt gondolja, hogy a lebukásnak a veszélye sokkal magasabb szám, és ez nagyon fontos. És ez is a prevenciónak az egyik hatása. A másik persze természetesen az, hogy a felderített esetek is azért visszafogják az elkövetőknek a lendületét, tehát amikor felderítünk egy komoly bűncselekményt. És akkor valószínűleg ugye, de hát ez is az önök munkájának is részben az eredménye, hát ha az állampolgárok is egy picit tudatosabbak, mert hát ugye most már annyiszor hallják, meg ismételve van, hogy akkor talán egy picit talán ők is tudatosabbak, a vissza az előzőnél pedig nem elég, hogy van kutyám, hanem akkor tegyük is ki, mondjuk a biciklinél, tegyük ki a táblát, hogy vigyázz a kutya harap, mert azért azt talán nem nagy titok elmondani, és hát többször beszéltünk már erről különböző bűneseteknél, hogy azért egy bűnelkövető nem úgy működik, hogy lakik X városban, és akkor csak ott követi el, sőt, lehet, hogy éppenséggel elutazik egy másik megyébe, vagy az ország másik részére, ahol lehet, hogy nem is ismeri, hanem csak ránézésre állapítja meg, és hogyha mondjuk azt látja, hogy igen, ez egy jól védett ingatlan mondjuk, akkor ott lehet, hogy ott nem próbálkozik, mert azért van ilyen is. És pont azért megy oda, mert úgy gondolja, hogy nem ismerik, és nehezebb az azonosítása. Igen, ilyen is természetesen van, de úgy gondolom, hogy összességében kell látni azt, hogy ez a csökkenő bűncselekményszám, ez egy óriási előny most. Tehát igazából egy minőségi munkát tudunk végezni, mind prevenciós, mind bűnügyi oldalról, és azt gondolom, hogy a jövőben is ez a tendencia fog fennmaradni. Van erre valami mérőszám, vagy lehet ez, vagy ezt megnézik, hogy mit tudom én az előző időszakban mennyi volt éppen a felderítettség, mennyi volt a bejelentés, gondolom én, tehát hogyan tudják mérni a saját sikerüket? A bűnmegelőzés sikerét igazából nem lehet mérni. Tehát olyan egyértelműen nem lehet mérni azt, hogy most 5 volt tavaly, most meg 2 lesz. Tehát ezt nem látjuk. Inkább azt látjuk, hogy például ez a feljelentési hajlandóság a sértettek oldaláról. Tehát, hogy amikor mi azt próbáljuk erőltetni, hogy igenis tessék bejelenteni, mert csak akkor tudjuk beazonosítani az elkövetőt, mert biztosan más esetben is történik. Lehet, hogy egy nagy nyomozásban egy pici darabka hiányzik. Egy pici darabka hiányzik, és pont az egy sértet fogja megadni. Így van. Én úgy gondolom, hogy a bűnös akkor látjuk az eredményét, amikor például az emberek arról számolnak be, hogy belekeveredett egy ilyen dologba sajnos, mert bementek hozzá, de észlelte, hogy probléma van, és hívta a rendőrséget, vagy a szomszédot, vagy bárkit, tehát akinek éppen akkor tudott szólni, és az volt neki a leggyorsabb. És elmondja, hogy azért nem lettem sértett, mert én akkor eszembe jutott, hogy ezt elmondta a rendőrség egyszer valamikor nekem egy falu gyűlésen, vagy egy lakossági fórumon, vagy bármilyen előadáson. Tehát azt gondolom, hogy ezek azok a kis pici apró dolgok, ami miatt nehéz mérni,
mert valaki azt mondja, hogy meghallgatja, és nem biztos, hogy fogékony rá, másik 10 ember pedig borzasztóan magának megtartja ezeket az információkat, és aztán így fog cselekedni. Tehát azt gondolom, a bűnözés nem lehet így módon mérni. Azt viszont látjuk, hogy úgy viszont lehet mérni, amikor azt halljuk, és azt látjuk, hogy egyre több meghívást kapnak az én kollégáim ilyen-olyan szervezetektől, idősek klubjától, lakossági fórumokat szervez az önkormányzat bizonyos esetekben, és ott bárki megkérdezhet bennünket. Ezek eredmények, mert azt mondják, hogy bízunk önökben, és hisszük azt, hogy azok a tanácsok azok jók lehetnek, amiket a bűnözési szakemberek elmondanak. Na most azt is tudni kell azért, hogy a bűnözési szakemberek munkája az egy olyan munka a bűnügyön belül, illetve a rendészeti szolgálatjának is van ilyen tevékenysége, a KMB szolgálatot mi nagyon szívesen vonjuk be e feladatkörbe, hogy azért nem csak a bűnbeli szakemberekhez lehet fordulni. Úgy gondolom, hogy egy rendőrkapitányságra, hogyha valaki bemegy azzal, hogy segítsenek már abban, hogy ilyen-olyan védelemben részesüljön, vagy hogyan kell védekeznem bizonyos dologban, természetesen nem csak az egy darab, vagy két darab, két fő bűnbeli előadó fog ebben neki segítséget, hanem bárki. Ide tegyünk egy vesszőt, mert a következő adásban akkor ezzel folytatjuk innen, hogy akkor kihez fordulhat így az állampolgár. Köszönöm szépen Varga Balázs rendőralezredesnek, az Országos Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársát, hogy itt volt. Kedves nézőknek köszönöm a figyelmet, és ezt a témát folytatjuk legközelebb adásunkban. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!